A kormány döntése értelmében február 28-áig meg kellett történnie a települési önkormányzatok adósság konszolidációjának. Az eltelt néhány hétben semmilyen hírt nem hallottunk arról, hogy megtörtént-e Tiszafüred több mint 4 milliárdos adósságának az átvállalása. Ezért kerestük meg Újvár Imre önkormányzati képviselőt. Arról a bizonyságlevélről beszélgetünk, amelyet nem régen vehetett át Fazekas miniszter úrtól. Hogyan került ez Tiszafüredre, hogyan került önhöz? A múlt héten hétvégén egy rendezvényen vehettem részt, amely a gazdagörök megalakulásának 125. évfordulója alkalmából került megrendezésre. És ott egy kellemes meglepetésért, hiszen váratlanul ért ez a dolog, hogy dr. Fazekas Sándor miniszter úr felszólította a színpadra, és ott átadta nekem a miniszterelnök úr által aláírt bizonyságlevelét Tiszafürednek. Volt már alkalmunk a kisebb településeken részt venni, általában egy falunap vagy valami közösségi rendezvényen történt meg ez az átadás, de hát elég nehezen érkezett el ez a bizonyos bizonyságlevél Tiszafüredre. Mi van tulajdonképpen magában az iratban, mit bizonyít, mit tanúsít? Gyakorlatilag ez Orbán Viktor miniszterelnök úrnak a tájékoztatója, amelyben leírja, hogy mik voltak az önkormányzati adósság konszolidáció előzményei. 2012. decemberében döntött arról a magyar kormány, hogy segít az önkormányzatoknak és átvállalja az adósságukat. Ugye nagyobb részben, utána pedig született egy kiegészítő döntés, hogy teljes egészében is. És gyakorlatilag ezt tartalmazza rövid leírásban a levél. Az is benne van esetleg, hogy mennyi ez az összeg, amitől Tiszafüred megszabadult? Természetesen igen, tehát valamivel több mint 4 milliárd forint adósságot vállal át az állam Tiszafüredtől. Az elmúlt évben nagyon sokat beszéltünk az adósságrendezési eljárásról, és most kénytelenek vagyunk megint visszatérni rá. Hogyan gondolja képviselő úr, ha maga az adósságrendezés nem történik meg, akkor a konszolidációnak mennyi esélye lett volna? Vagy hogyan tudott volna Tiszafüred megszabadulni ettől a nagyon nagy mennyiségű adósságtól? Azért azt le kell szögezni, hogy nem csak Tiszafüred, hanem Magyarországon egyetlen település sem tudott volna boldogulni hosszú távon, anélkül, hogyha az állam nem segít ezeknek az adósságoknak az átvállalásában. Hiszen azért annak idején, a szocialista kormányok idején történt annyi forrás elvonás az önkormányzatoktól, illetve magának a feladatoknak a növelése, amelyet az önkormányzatoknak el kellett látni, hogy bizony nagyon sok önkormányzat eladósodott. Ehhez azért persze hozzátartozik, hogy Tiszafüred kibocsátott két kötvényt, aminek mi vitatjuk a nagyságát, tehát mi sosem vitattuk, hogy mondjuk a fejlesztések, a pályázatok önerejéhez kellenek forrásbevonások akár hitelformájában is, de ilyen irreális mennyiségű összegű kötvényt kibocsátani véleményünk szerint, és továbbra is ezt tartjuk, nem lett volna szükség. Tehát önmagában Tiszafüred ezt az adósságot nem tudta volna kifizetni. Ez mind Tiszafürednek, mind az összes településnek Magyarországon nagyon nagy segítség. Azt hiszem, hogy a továbbiakban is pénzről fogunk beszélgetni. Valamikor februárban megszületett a város költségvetési rendelete, és sajnos abban is azt láthatjuk, hogy 220 millió körüli hiánnyal számol a város vezetése erre az évre. Nem fél attól, képviselő úr, hogy most ugyan nulláról indulhatott el Tiszafüred, de esetleg tovább halmozódik majd az adósság, és nem tudom én, 5 év múlva, 6 év múlva újabb hiányzó milliárdokról beszélhetünk? Ennek a lehetősége sajnos fennáll. Tehát ezzel a mindenkori képviselőtestületnek számolnia kell, hogyha nem tesz olyan szerkezeti átalakításokat, nem tesz olyan lépéseket, ami az önkormányzat bevételének növeléséhez vezet, akkor bizony előbb-utóbb ilyen helyzet fennállhat. A költségvetés szerkezete olyan az intézmények és az ebben foglalt szervezeteknek a költségvetése, hogy bizony ez a hiány, amely szállítói tartozásnak is nevezhetünk összefoglalóan, ez évről évre újra termelődik. Az adósságrendezéshez még visszakanyarodnék egy kicsit, mert az előző kérdésben arra nem válaszoltam, hogy az adósságrendezés és az adósságkonszolidáció együtt vagy egymással hogyan valósulhatott volna meg. Én önmagában ezt a kettőt ketté választanám. Tehát az adósságkonszolidáció, amelyről a nemzeti kormány törvényt is hozott, ez minden önkormányzat számára lehetőség volt. Az adósságrendezés, az pedig a törvény erejénél fogva, illetve az önkormányzat gazdasági helyzeténél fogva állt be.
Tehát itt nem mi választottuk meg azt a lehetőséget, hogy most szeretnénk-e adósságrendezést az adósságkonszolidációval együtt. Mi nem szerettünk volna adósságrendezést. Tehát ezt nagyon sokszor elmondjuk még most is azoknak, akik megkérdezik, hogy miért kellett adósságkonszolidáció előtt adósságrendezést indítani. Azért kellett elindítani, mert az adósságrendezési törvénynek megfelelően nem került kezelésre a 90 napon túli szállítói tartozásoknak a helyzete. Tehát a polgármester olyan mulasztásokat követett el, aminek kapcsán a képviselőtestületnek ezt a döntést meg kellett hozni. Erre ilyen egyértelműen meg tudjuk adni a választ, de hogyha esetleg ez is még kétkedésre ad okot némelyeknek, akkor javasolom majd az ezzel kapcsolatos munkaügyi perben azt a bírósági ítéletet, amelyet hamarosan megismerhetünk, amelyben a másodfokú eljáró bíróság, eljáró hatóság szintén igazat adott a képviselőtestületnek. Az adósságrendezés ügyében nem voltak önök irigyesen méltó helyzetben. Még a mai napig is kell magyarázkodniuk, kell értelmezniük, hogy miért is kellett ezt a lépést meglépniük? Én úgy gondolom, hogy már nem ezt kellene elsősorban magyarázni, hanem arról kellene inkább beszélni, hogy Tiszafürednek az adósságát átvállalta a kormány, és hogy az adósságrendezési folyamat sikeresen lezárult, megőriztük a város vagyonát, nem került sor vagyonfelosztásra, és az adósságrendezést és az adósságkonszolidációt együtt nézve Tiszafüred egy nagyon jó helyzetben került ki ebből a két folyamatból együttesen. Mert ahogy említettem, jogilag és ugye egymást bekövetkezését tekintve ez a két folyamat különáll, elkülönül egymástól, de mégis azt kell mondjam, hogy ha az adósságrendezési eljárás nem következik be, akkor Tiszafüred nem kerül ki ilyen teljes körűen jól az adósságrendezés és az adósságkonszolidáció folyamatából. Gondoljunk csak a szőlősipernek a több mint 400 millió forintos perköltségére, amelyet az állam szintén konszolidált azáltal, hogy az bevonható volt az adósságrendezésbe, és erre ugye az Erste Bank reorganizációs hitelt adott a városnak. Szeretnék még a költségvetésre visszatérni, hiszen az előbb erről is beszélgettünk. Én úgy ítélem meg, hogy az intézmények fenntartásában, vagy a kiadásokban már túlságosan sok megtakarítani való nincsen. Hogyan látja ön azt, mint a pénzügyi bizottság tagja is, hogy a bevételi oldalt azt hogyan lehetne növelni? Egy dolog az, amit az államtól normatívaként kap a település, de milyen lehetőségek vannak arra, hogy a bevételeket növelje a város? A bevételek növelésére nagyon korlátozott az önkormányzat lehetősége, még inkább korlátozott az intézményeké, hiszen nagyon sok olyan intézmény van, gondoljunk csak egy múzeumra vagy egy könyvtárra, amelyre nem lehet azt mondani, hogy kezdj ilyen extrém bevételnövelő tevékenységbe, hiszen neki adottak a lehetőségei, tehát az önkormányzatnak mindig, mindenkor ezeknek az intézményeknek a működéséhez mellé kell tenni azokat a forintokat. Az önkormányzat a bevételét az egyéb címen beszedett adók oldalán tudná növelni, én azt látom. Tehát gondolok itt az iparőrzési adóra, amelynek a növelésén úgy dolgoznánk nagyon nagy erőkkel, hogy olyan cégek települjenek be, akik itt fizetik az iparőrzési adót. Tehát a polgármesteri hivatalnak az a javaslata, amelyet a testület felé tettek, hogy a meglévő adózóktól szedjük be még több pénzt azzal, hogy emeljük meg az iparőrzési adót, mi nem hiába utasítottuk el. Tehát mi azt mondjuk, hogy az iparőrzési adót mi tartsuk inkább ezen a szinten, hiszen a befektetők számára ez is egy vonzó dolog lehet Tiszafüred szempontjából, hogy nem a legmagasabb szinten van tartva az iparőrzési adó, hanem inkább növeljük azoknak a számát, akik ilyen típusú bevételt jelentenek az önkormányzat számára. Nem olyan régen találkozhattunk a City Ipari Parkban a 606-os csarnok műszaki átadásán. Ott nem tudom, szóba került-e, hiszen ön nagyon szoros kapcsolatban van Nagy Józseffel, hogy vannak-e újabb lépések, vagy újabb érdeklődők, vagy olyan befektetések a már ismerteken kívül, amelyek például növelhetnék ezt az iparűzési adót? Igen, folynak ezzel kapcsolatban a munkák. Talán ami új lépés az ipari park kialakításával kapcsolatban, az amit már szerintem a vezérigazgató is elmondott más helyen, más interjúban, hogy zöldmezős terület kialakításán dolgoznak nagyon nagy erővel, amely szintén növeli annak az esélyét, hogy minél hamarabb befektető jön Tiszafüredre. Tehát ugye mi azért több éves maradásban vagyunk így is más településekhez képest, nem beszélve arról, hogy egy ipari park betelepülése is több éves folyamat része. Tehát nekünk még ezen is rövidíteni kell azáltal, hogy még inkább szélesítjük azoknak a lehetőségét, amely a befektetőket idehozza, tehát ne csak csarnokokat újítsunk fel, hanem legyenek olyan területek, amelyekre ő magától azt mondja, hogy igen, itt én olyan csarnokot húzok fel, amit éppen akarok.
Ami talán új érdeklődő Tiszafüred szempontjából, az egy édesség ipari üzem, vagy ahogy így a városi legendában már elterjedt egy csoki gyár, amelyek szintén vannak tárgyalások, és nekem annyi információm van róla, hogy ő már talán az idei év végén megkezdeni egy kisebb létszámmal a volt gyógyszercsomagoló területén a gyártást. És ami változás ugye ezzel összefüggésben, hogy a Medicor, a Dispo Medicor ZRT, aki a kötszergyár letelepítését, illetve megvalósítását szeretné Tiszafüreden, az ebből következően nem a Richter gyógyszercsomagoló területén majd létre, hiszen neki az kicsi lett, illetve nem adottak azok a körülmények, amelyek első látásra mégis megfelelőek voltak, és így neki új helyet kell találnunk. Most jelenleg az alumínium, a volt alumínium gyár néhány csarnoka került megtekintésre, és azok közül próbálnak majd most esetleg választani egyet. Nagyon örülök neki, hogy ilyen nagyon konkrét dolgotról tudunk beszélgetni. Engedje meg, hogy még a jövőre vonatkozóan valamiről kérdezzem. Azt nyilatkozta valahol, hogy a megyei területfejlesztési koncepcióba jó ötleteket sikerült összegyűjteni, és azokat továbbítani a további tervezésekhez. Tudna belőle egy-két olyat mondani, ami megdobogtatja a fürediek szívét, és tényleg egy jelentős fejlődést jelenthet a város számára? Tehát én azt gondolom, hogy minden ilyen fejlődés, vagy fejlesztési ötlet, ami pozitívum és kitörés jelenthet a tiszafürediek a város számára, az a gazdaságfejlesztés irányába kell, hogy mutasson az ipari park kialakítása felé. Tehát a legtöbb ilyen ötlet az ipari park kialakítására, fejlesztésére lett beadva, és ezeket legnagyobb örömünkre támogathatónak ítélt a megyei vezetőség, tehát majd így kerül föl az illetékes minisztériumba előterjesztésre is. Ezen kívül vannak olyan kiegészítő ötletek, amelyeket szintén az ipari park fejlesztése kapcsán, de kötődve Tiszafüred infrastruktúrájának, szabadidős kikapcsolódásának a fejlesztéséhez is szintén lettek beadva ilyen ötletek, és ezeket is részben már támogathatónak ítélték. Ilyen például a kerékpárút, illetve új utak létesítése, valamint a meglévők felújítása, leginkább az ipari parkhoz vezető utakat értjük ez alatt természetesen, illetve tervezzük egy olyan sportcentrum, vagy szabadidőcentrum kialakítását, ami szintén a városban már egy régóta óhajtott dolog, vagy lehetőség azok számára, akik szeretnének szervezettebb és jobb körülmények között kikapcsolódni. Erről a tervről még nem igazán hallottam. Ez a jelenlegi sportcsarnok körül jön elétre, vagy egy teljesen új létesítmény? Ezek még tervek, és inkább azt mondom, hogy inkább egy új dologról beszélünk. Egyelőre ennyit szeretnék róla mondani, mert tényleg nagyon a terv szintjén van. Hát természetesen ehhez még nagyon sok olyan vitát, fórumot le kell folytatni képviselőtestületben, képviselőtestületen kívül, amely majd a végleges formájában ezt jóvá hagyja. De azt gondolom, hogy gondolatébresztőnek ötlet szintjén, és már nagy vonalakban terv formájában, hogy megvan, ahhoz mindenképpen jó dolog. Ezekről a tervekről még hagyd kérdezzek valamit. Ezeknek a megpályázása, a tervek elkészítése, majd a források megpályázása, az ugyanúgy történik most is, mint a régi fejlesztési ügynökségek rendszerében? Csak most a megye írja ki a pályázatot, és oda kell majd beadni? Igen, tehát ez a rendszer ugye teljesen átalakult. 2014. január 1-től már a fejlesztési ügynökségek, a közirányító hatóságok rendszere megszűnt, megváltozott. Nagyon sok irányító hatóság beépült a minisztériumokba, és ott lesz a minisztériumon belül erre egy szervezet, egy irányító hatóság kialakítva. Tehát lesznek olyan pályázatok, amelyeket a minisztériumok írnak ki. Például a gazdaságfejlesztési pályázatokat információim szerint a Nemzetgazdasági Minisztérium fogja kiírni, és természetesen a megyénél megpályázható forrásokat pedig a megyei önkormányzat fogja, a megyénél fogják kiírni. És remélhetőleg Tiszafüreden minél nagyobb források érkeznek majd, hogy egy kicsit azért sikerüljön előbbre lépni. Képviselő úr, köszönöm szépen a tájékoztatását. Köszönöm szépen a lehetőséget.